Üdvözöllek! Gyakran visszatérő kérdés, hogy aki weboldalakat szeretne készíteni, az egyáltalán hogyan álljon ennek neki, miket kell megtanulnia ahhoz, hogy weboldalakat tudjon készíteni. Hát úgy gondoltam, hogy akkor talán a legegyszerűbb az lenne, hogyha erről készülne egy videó, és akkor ebben végignézzük, hogy mik azok, amik szükségesek a weboldalak készítéséhez. Hát alapvetően egy weboldal elkészítése úgy négy nagy egységre bontható. Először is el kellene nekünk készíteni a weboldal grafikáját, a megjelenését. Mit értünk ez alatt? Hogyha most megnézzünk egy weboldalt, például a videotanfolyam.hu-t, akkor láthatjuk, hogy ez hogyan néz ki. Itt van egy kép, itt van egy menü, ami zöld háttér és rajta fekete szöveg. Aztán látható, hogy milyen elrendezés van. Milyen dobozok vannak, a dobozoknak milyen fejléceik, azok mögött egy háttér. Ezt értjük a weboldal grafikáján, a megjelenésén. Ezt úgy szokás hívni, hogy web design. Tehát elkészítünk mi egy ilyen design tervet egy weboldalhoz, valamilyen programban. Ezt még megelőzheti a tervezés folyamata, és ahhoz kapcsolódóan esetlegesen egy ilyen drótváz-szerű dolgot is időnként szokás készíteni. Hát ez attól függ, nem minden esetben készül ezzel. Most mi ezzel nem foglalkozunk, hanem akkor ugye arról volt szó, hogy az első lépés a grafika elkészítése. Hogyha a grafika megvan, akkor abból kellene nekünk készíteni egy olyan valamit, ami már egy böngészőben megnyitható. Ez lesz maga a weboldal, hát látható, itt van a videó tanfolyam, és annak a kódját kellene megírnunk. Hogy pontosan mi ez a kód, ezt meg fogjuk mindjárt nézni. Tehát, hogyha azt a kódot megírtuk, akkor már így böngészőben lesz nekünk egy működő weboldalunk, látható linkekkel és minden egyébbel. Aztán a következő lépés, hogy ha szükséges, akkor javítsuk egy kicsit a weboldalunk használhatóságát. Mit értünk ez alatt? Hát ez alatt sok mindent érthetünk, most megmutatok itt néhány példát. Például itt van nekünk ez a baloldali menü a videó tanfolyamon. Most, hogyha erre kattintok, akkor látható, hogy maga az oldal az nem töltődik be semmi más, hanem ez itt lenyílik, vagy éppen vissza is lehet csukni. Ez azért jó, mert nem kell nekünk ahhoz egy másik oldalra elmenni, hogy ez lenyíljon, hanem egyszerűen kattintunk, és akkor itt maradunk helyben, és itt lenyílik. Ezeket így le lehet nyitogatni, vissza lehet csukni. Tehát ez például a használhatóságnak egy javítása, vagy például egy másik ilyen lehetőség, mondjuk itt van a grafika részben, a Fireworks-nél. Itt van ez a méze weboldal gomb, hogyha erre kattintunk, akkor látható, hogy nem egy új böngésző ablak nyílik meg, hanem szépen egy ilyen egészen jól formázott ablak nyílt meg, amit aztán be is zárhatunk. És ez így egész gyorsan működik, meg látványosan is. Hát ez is egy javítása a használhatóságnak, és hát vannak még ilyen lehetőségek. Például most ezt megnézzük. Van itt ez a kosárba teszem gomb. Akkor itt szintén kapunk egy ilyen üzenetet, és nem töltődik újra az oldal, hanem itt jobb oldalt megjelenik, hogy a kosárban egy darab videó van. És egy ilyen üzenet is megjelent, hogy az látható volt, vagy éppen itt van látható egy ilyen doboz, és ezt így lehet így váltogatni, hogy éppen mit szeretnénk látni. Hát ez is a használhatóságnak egy javítását mutatja. Tehát ilyenre is szükség lehet egy weboldalnál, és végül szükség esetén nekünk dinamikussá kell tenni. Hát ez mit jelent a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy amikor elkészítünk egy weboldalt, úgyhogy az a böngészőben is megjeleníthető már, megnyitható, akkor ahhoz még ilyen különféle funkciók nem társulnak. Tehát például itt van egy ilyen kosárba teszem, ehhez már van egy ilyen dinamikus funkció, amivel egy program, ami nem a saját számítógépünkön fut, hanem egy távoli számítógépen, és hát gyakorlatilag ahhoz programoznunk kell, és utána, hogyha most itt meg akarjuk rendelni, akkor a megrendelés folyamatához is szintén dinamikus weboldalakra van szükségünk, amely szintén egy távoli számítógépen, egy szerveren fut. Hogy pontosan mi ez, azt is mindjárt meg fogjuk nézni. Tehát gyakorlatilag ez a négy fő lépése egy weboldal elkészítésének, és hát tulajdonképpen, hogy egyedül szeretnél weboldalakat készíteni, akkor ehhez mindhez értened kell, de a gyakorlatban ez nem mindig valósul meg, általában azért egy, mondjuk egy cégen belül az egyes részfeladatokat különböző személyekre bízzák, tehát szét van szedve, hogy valakik készítik a grafikát, a webdesignokat, valaki megoldja azt, hogy a böngészőben már használható legyen, és valaki megoldja azt, hogy dinamikus weboldal legyen belőle, tehát látható mondjuk egy ilyen megrendelési folyamat, vagy felhasználói regisztráció bejelentkezések. Tehát ugye általában ezt egy három része szokás szétszedni,
De természetesen annak semmi akadály, ha valaki egymagában szeretné ezt megcsinálni, hát megcsinálhatja. Erre is van lehetőség, hogyha megfelelő ismeretek birtokába kerül. És akkor nézzük meg egy picit konkrétabban ezeket a lépéseket. Hát ugye van a weboldal grafikájának az elkészítése. Ez nyilván kell valamilyen grafikai program. Itt van egy lista, Photoshop, Gimp, Fireworks, vagy éppen egyéb grafikai program. Valószínűleg ez a három a legelterjedtebb, és azok közül is talán a Photoshop a legnépszerűbb. Aztán a Gimp és a Fireworks. A Gimpnek megvan az az előnye, hogy egy elég nagy tudású grafikai program, viszont ingyenes. Illetve a Fireworks, ami egy picit más szemlélet, mint a Photoshop, de rendkívül alkalmas weboldal design tervek készítésére. Ezekhez a videó tanfolyamon megtalálhatod a különféle oktatóanyagokat, hogyha úgy döntesz, hogy szeretnél belevágni a weboldalak készítésébe, akkor itt van a grafika Photoshop részben a Photoshop oktató videók. És láthatod, elkezdheted mondjuk a Photoshop titkok első résztől a tanulást, és a webdesignnal folytathatod, vagy akár a Photoshop CS4-et is választhatod. Ugyanígy itt van a Gimphez és az oktató anyag, ez is teljesen kezdőknek is szól, illetve a Fireworks-hez is találsz oktató anyagokat. Valamint felhívna a figyelmedet, hogy ezeket kedvezményesen meg tudod szerezni, például itt van a Photoshop, az a webdesign oktató csomag, olcsóbban, mint ha külön-külön vennéd meg a két részt. Tehát akkor megvan már, hogy milyen program, és megvan hozzá az oktató anyag is. Egyetlen probléma szokott lenni a grafikai tervezéssel, hogy azért ahhoz kell némi érzék is. Tehát némi grafikai érzék azért szükséges. Hogyha ez nincs meg, hát akkor egy kicsit nehéz lesz weboldal grafikát készítened, mert hát mondjuk ki, ehhez azért némi tehetség is szükséges. Viszont én azt mondom, hogyha legalább közepesen tehetséges vagy, tehát azért látod, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem jó, és azért úgy vannak ötleteid is, akkor némi gyakorlással egészen jó, de legalábbis vállalható weboldal dizájnokat tudsz készíteni. Illetve kezdetben gyakori probléma, hogy az embernek úgy nem nagyon van azért ötlete, nem tudja, hogy milyen lenne a jó, milyen design lenne a jó. Hát erre segítség lehet az ilyen különféle design, illetve weboldal gyűjtő weboldalak. Például itt van négyféle, most ezeket megnézhetjük. Engedélyezem, hogy megnyissa a linket. És látható, itt van a showcase, és itt van egy csomóféle weboldal. Ezeket megnézheted inspirációért, hogy mégis mások milyen weboldalakat készítenek. Ezek azért úgy általában elég jók. Ezeket azért úgy figyelembe lehet venni, mint jó weboldal design. Aztán itt van a második. Szintén ugyanaz a célja ennek a weboldalnak, hogy különféle weboldalakat összegyűjt. Hát ezek is a jobbak közül valók nyilván. Aztán itt van még egy. Itt is egészen jó weboldalakat találhatsz, és végül még egy. De természetesen az interneten találsz sok ilyen weboldalt. Hogyha végképp nincsen ötleted, de te szeretnél weboldalakat készíteni, vagy legalábbis gyakorolni, akkor egyszerűen keres rá, hogy Free PhD Website Design, vagy valami ilyesmire rákeresel, és akkor biztos, hogy találni fogsz letölthető PhD-ket. Például itt van a legelső találat, ez talán jó is lesz. És igen, itt van, hogy download, a linkből is látszik, hogy le lehet tölteni. Hát ezek azért úgy nem rosszak egyébként. Úgy gondolom, hogy egy ilyen szintre már el sikerül jutnod, azért az már úgy egészen jó. De hogyha nem sikerül, akkor egyszerűen innen letöltöd, és akkor tudod gyakorolni a weboldalak készítését. Nem kell neked a design készítésével foglalkoznod, hanem hogyha már dolgozni fogsz, vagy éppen saját vállalkozásban szeretnél weboldalakat készíteni, akkor meg úgyis valakivel elkészítheted a dizájnokat, és akkor te meg a weboldal részét fogod majd csinálni. Tehát akkor így a grafikáról szerintem ennyit, most már mindent tudsz erről, hogy milyen programok kellenek, és hol találsz hozzá oktató anyagot, ugye ez itt van a grafika Photoshop részben a videó tanfolyamon, illetve a kedvezményes csomag is. Jó, hát akkor haladjunk tovább, hogyha megvan a weboldal design, akkor a következő, hogy egy böngészőben megnézhető formára kellene ezt hozni. Ehhez alapvetően két dolog szükséges, a HTML, illetve a CSS. Amikor itt van egy weboldal előtted, akkor, hogyha jobbegér gombbal klikkelsz, akkor van egy ilyen, hogy oldal forrása, vagy forrás megtekintése, vagy valami hasonló. Ez böngészőtől függő, hát a Firefoxban az oldal forrása lehetőség van. Most erre klikkelünk, akkor láthatunk itt egy jó hosszú ilyen szöveget, ami elsőre egy zagyvasságnak tűnik, de valójában nem az. Itt jól meghatározott szabályok szerint vannak ezek a szövegek, ez a HTML kód.
És itt van, hogy mi ez a HTML. A HTML fájlok tartalmazzák magát a weboldalakat felépítő dolgokat, HTML elemeket, szövegeket. Ezeket az elemeket a böngészők jelenítik meg. A HTML segítségével magának a weblapnak a felépítését, tartalmát adhatjuk meg, például a weboldalon megjelenő szövegeket. Ha most ezt megnézzük, akkor láthatod, hogy valóban itt van választ ki, ami érdekel, vagy itt van, hogy autókat nagyon hasznos nem találtam, stb. Stb. Tehát a weboldal felépítését, tartalmát adhatjuk meg, de alkalmas a weboldalak formázására is, például félkövér szöveg, de csak igen korlátozottan, és utólag módosítani is körülményes sok munkával járt. Tehát alapvetően a HTML-lel magának a weboldalnak a felépítését tudjuk meghatározni, illetve a tartalmát, viszont akkor jött a kérdés, hogy hogyan tudjuk azt megmondani, hogy például itt legyen egy zöld szöveg, vagy hogy itt legyen egy ilyen háttérkép, vagy hogy a menü mögött legyen valami, vagy hogy amikor rámegyünk egy menüpontra, akkor ilyen érdekes hatással jelenjen meg, vagy pedig ehhez hasonló dolgok. Na hát ehhez kell a következő, a CSS, ugyanis a CSS a weboldalak formázására szolgál, beállíthatjuk a weboldalak hátterét, színét, betűtípusait, elrendezését és más megjelenéshez kapcsolódó elemeit, sokkal több komolyabb és látványosabb formázásra ad lehetőséget, mint a HTML, sőt jóval komolyabb dolgokat is megvalósíthatunk vele, például lenyíló menü, képgaléria, változó színű gomb, ugye erre látunk is példát, itt volt, vagy itt például, hogy megváltozik a színe a menüpontoknak, tehát változó színű gomb, hosszú oldalakon keresztül lehetne sorolni, hogy mire jó még, valamint ami még fontos, hogy jóval könnyebb utólag módosítani vele egy adott formázást, tehát ez alatt azt kell érteni, hogy például itt van nekünk ez a betű, egy adott betűtípussal, egy színnel és egy mérettel, ezt CSS segítségével nagyon gyorsan tudjuk módosítani. Tehát összességében a CSS-t mindenkinek ismernie kell, aki weblap készítéssel szeretne foglalkozni, de természetesen ehhez szükséges a HTML ismerete is. És akkor ugye a kérdés, hogy miben írjuk meg ezt a kódot, ugye ez a HTML, illetve a CSS kódot miben írjuk meg, erre gyakorlatilag akár a Windows jegyzet tömje is megfelelő, de azért szerencsére vannak annál sokkal jobban használható eszközök. Az egyik ilyen a NetBeans, PHP, és a másik az Aptana. Hogyha erre rákeresel valamilyen keresőben, akkor meg fogod találni a letöltést. A NetBeans az itt van előttem egyébként, ez így néz ki, ebben megírhatjuk a HTML és CSS kódokat, ez egy kódszerkesztő. Egyébként ezekhez találhatsz oktató videót, hogyha az ingyen videókba elmész, és itt van weboldalak készítés az Aptana 3-mal, illetve a legjobb ingyenes program weboldalak készítéséhez, ebben a NetBeans lesz majd. Ezt egészen pontosan az ingyen videók részben, és itt az oldal alján a weboldalak készítés programok weboldalak készítéséhez részben fogod megtalálni. Tehát akkor ilyen módon el tudsz készíteni egy weboldalt, egy konkrét weboldalt, ami már utána böngészőben megjeleníthető lesz. Ez egy .html kiterjesztési fájl lesz majd egyébként. Természetesen a HTML, illetve a CSS-hez is találsz oktató anyagokat a videóton fel, mint a weboldalak készítés XHTML, illetve CSS részben, valamint itt is találsz kedvezményesen oktató csomagokat. Ezek olcsóbbak, mint hogyha külön-külön vásárolnád meg az egyes videókat. Itt van a HTML és CSS oktató videó csomag. Jó, akkor most már megvan, hogy milyen módon kell elkészíteni egy grafikát, illetve magát a weboldalt, ami már böngészőben is megjeleníthető, illetve most már tudod, hogy hol találsz hozzá oktató videókat. Akkor a következő lépés, hogy szükség esetén a weboldal használhatóságának a javítása. Ez a JavaScript-tel fog menni. A JavaScript egy programozási nyelv, objektum alapú, amelyet weboldalakon elterjedten használnak. Azt már az előbb mutattam, hogy ugye mit jelent az, hogy a weboldal használhatóságának javítása. Hát mutattam, hogy például itt van ez, az ablak, vagy hogyha kosárból tettünk az előbb valamit, akkor így megjelent egy ablak, és még ezer más funkcióra alkalmas. Hát többek között készíthetünk vele üzenetablakokat, amellyel kommunikálhatunk a felhasználókkal. Erre láttunk is az előbb példát. Készíthetünk vele mozgóképeket, ellenőrizhetjük, hogy az űrlapok tartalma helyesen van-e kitöltve. Ezt meg is tudom mutatni egyébként. Például itt van a hírlevél. Most, hogyha erre kattintok, akkor látható, hogy az oldal az nem töltődik újra, hanem rögtön megjelenik egy ilyen hiba üzenet. Hát ez is a JavaScript segítségével van megvalósítva. Aztán a teljes oldal frissítése nélkül tudunk változásokat eszközölni az oldalon. Hát most pont erre láttunk példát, hogy itt rögtön megjelent egy ilyen üzenet.
vagy éppen kezelni tudjuk a felhasználói eseményeket, képgalériákat készíthetünk, látványos diagramokat hozhatunk létre, és még rengeteg másra alkalmas. Hát igazából, hogyha a JavaScript-et megismered, megtanulod használni, akkor ez egy nagyon jó dolog. Ehhez is szükséges valamilyen kódszerkesztő, amire tökéletesen alkalmas a NetBeans PHP. Nekem ez a kedvencem, mert nagyobb tudásom, mint az aptan a bizonyos szempontok szerint, de alapvetően mind a kettő nagyon jó kódszerkesztő, és természetesen a JavaScripthez is találhatsz oktató videót a videótanfolyamon, szintén a weboldala készítés kategóriában, itt van a JavaScript, de az oktató csomagokban is megtalálhatod, amiben van HTML, CSS és JavaScript is, szintén kedvező áron. Rendben, és akkor az utolsó lépés, ami hát nagyon lényeges, egyébként szintén. Szükség esetén a weboldal dinamikussá tétele. Hát erről már volt szó, hogy mit jelent. Ugye például itt van a videótanfolyamon, például a hírlevél funkció megvalósítása, amihez szintén szükséges az a dolog, amit most fogunk kitárgyalni. Ezt a dinamikussá tételt szintén programozással érhetjük el, például a PHP segítségével, ami jelenleg a legelterjedtebb a dinamikus weboldalak megvalósítása során. A PHP egy általános célú szerveroldali programozási nyelv, és a PHP-vel készült weboldal a felhasználóval kommunikálni képes, valamint megvalósítható számos funkció használatával, például vendégkönyv, felhasználói regisztráció, bejelentkezés, fórum, webáruház. Ugye hát a videótanfolyamon most találsz egy webáruházat például. Tehát webáruház, vagy bármilyen típusú weboldal, amit az interneten láthatunk, mind az adott bázisok, fájlok használatával. Kódszerkesztő szintén a NetBeans PHP javasolt részemről, esetleg az Aptana. És hát gyakorlatilag itt a videóton folyamon például a kapcsolatnál az üzenetküldés szintén PHP-vel működik, vagy például itt a hírek listázása, ez szintén PHP-vel működik. És hát még rengeteg funkcionalitás, hogy itt a videóknak a listázás, ez szintén PHP, hogy éppen itt mi jelenje meg ebben a kategóriában, és hát tényleg még rengeteg funkcióra alkalmas a PHP. Oktató videót szintén találsz hozzá, aminek az a különlegessége az általában fellelhető PHP oktatóanyagokkal szemben, hogy akkor is megtanulhatod a PHP programozást ezekkel az oktatóanyagokkal, hogyha előtte abszolút soha nem programoztál, semmi közöd nem volt a programozáshoz, akkor is meg fogod tudni ezekkel tanulni, ezekkel az oktató videókkal, és itt is van egyébként külön PHP oktató csomag, az összes rész szintén kedvezményes áron. Hát akkor azt hiszem, hogy a végére értünk annak, hogy mi is kell egy weboldal elkészítéséhez, és láthatod, hogy tulajdonképpen eléggé komplex folyamat, elég sok mindent kell ehhez tudni, de nem megtanulhatatlan, azért idő kell hozzá, illetve hát ugye mindenki kiválasztatja, hogy ezek közül mi az, ami érdekli, hogyha nagyon jól értesz, tehetséges vagy a weboldal dizájnok készítésében, akkor neked az elég, hogyha ahhoz értesz, de hogyha esetleg ahhoz hozzáveszed a HTML és CSS-t is, akkor aztán meg már különösen nagyon jó szakember lehet belőled, illetve biztosan találni fogsz magadnak valamilyen munkát, akár saját vállalkozóként, vagy éppen más alkalmazásában, de hogyha mondjuk a PHP programozáshoz értesz nagyon, akkor szintén nyert ügyed van, kiegészítve mondjuk a JavaScript-tel és a HTML, illetve CSS-sel, ugyanis ugye a PHP meg tudod tanulni, akkor már a HTML, illetve a CSS megtanulása abszolút nem fog gondot okozni, pláne az oktató videók birtokában. Én azért azt javasolnám, hogyha érdekel a weboldalak készítése, akkor próbáld ki magad mindegyik területen, aztán majd úgy is kialakul, hogy melyik az, ami érdekel, melyikhez értesz. Hát igazából, ami úgy mondhatni egy kicsit problémásabb, az ugye a weboldal dizájnok készítése, ahhoz azért kell némi tehetség, illetve érzék, de ahogy mondtam, egy közepesen tehetséges designer már egészen jó weboldal dizájnokat tud készíteni. Hát akkor azt hiszem, hogy így ezzel zárnám is ezt a videót, így is már elég hosszúra nyúlt, de fontosnak tartottam, hogy kellőképpen részletes legyen. Szóval akkor nem is maradt más hátra, mint hogy jó tanulást kívánjak, és sok sikert a weboldalak készítésében.